Az elmúlt hetekben a szuverenitás kérdéséről nagyon sok szó esett, és ennek egy része, egy eleme az energiaszuverenitás kérdése. Van egy a Mátrai erőmű, amelyik magyar alapanyagból magyar áramot tud termelni, ezért komoly tervek is vannak vele kapcsolatban. Horváth László, a Mátrai erőműért felelős miniszteri biztos vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ezek a szenet tüzelünk, ott lignitet tüzelünk, magyar kitermelésű lignitet, de ezek a kazánok a élettartamuk vége felé járnak. Mi a pontosan a kormány terve a Mátrai erőműnek az életben tartása, vagy további éveivel kapcsolatban? Hát nem csak az életben tartásra, hanem a megerősítésére vannak tervek, hosszú távú létezésére vannak tervek. A Mátrai erőmű nem csak azért fontos, hogy az egyetlen alapelőmű, ami hazai alapanyagból, tüzelőanyagból állít elő villamos energiát, ugye előállítja a magyar villamos energia szükséglet 10%-át, de van egy olyan szabályozó szerepe, ezt kevesen tudják, hogy gyakorlatilag Észak-Magyarország és Kelet-Magyarország, sőt Kelet-Budapest áramellátása, az nem lenne elképzelhető ma, nem működne Mátrai erőmű nélkül, mert van egy szabályozó szerepe, ő szabályozza, hogy egyszerűen mondjam, nagyon leegyszerűsítve a feszültséget és a frekvenciát. Tehát a Mátrai erőmű az ilyen szempontból megkérdezte. Tehát szükség van rá, szükség lesz rá, viszont meg kell erősítenünk, és a kapacitását növelnünk kell, mert hogy egyre nagyobb az energia, és ezen belül a villamos energia iránti igény, és ezek meg is fognak sokszorozódni pont ezekben az ország részekben, hiszen nagyon sok befektetés érkezett, és a lakossági felhasználás is egyre nagyobb. Közlekedés is átáll az elektromosságra. Tehát mi a terv ezekkel a lignit tüzelésű blokkokkal? No, hát az a helyzet, hogy a lignit az a nemzeti vagyonunk része. A lignites erőműre ma szükségünk van, hiába várja az Unió, és hiába követeli a baloldal évek óta, hol hangosabban, hol kevésbé hangosan, hogy azonnal zárjuk be a lignites erőművünket. Ezt nem tehetjük meg, és hát nem is kell, hogy is mondjam, lehajtanunk a fejünket, amikor kritizálnak, mert az a helyzet, hogy míg Magyarország 3 millió tonna széndioxidot bocsát ki évente, és ennek egy jó részét a Mátrai erőmű, ezt meg kell mondani, na de aközben, és hogy rengeteget zöldítettünk egyébként az elmúlt években a Mátrai erőműn, aközben Németországnak a széndioxid kibocsátása 180 millió tonna. Tehát 60-szorosa a magyar kibocsátásnak, Lengyelország széndioxid kibocsátása 125 millió, és a bolgárok pedig most jelentették be, hogy nem állítják le szénes erőműveket, sőt a németek meg most indítanak el plusz 3 blokkot, és az elmúlt évben már csomó szénes blokkot újraindítottak. Tehát marad a lignit tüzelés? Meddig? Addig mindenképpen marad, amíg egy új nagy teljesítményű gázturbinás blokkot nem tudunk megépíteni. Ennek várhatóan, vagy erre várhatóan 2027-ben fog sor kerülni, hogy aztán mi lesz a lignittel, mert nem akarjuk a lignitet kidobni, hogyha a bányákat ott hagyjuk egyszer, akkor a lignit megközelíthetetlen lesz, és hozzáférhetetlen, mert elönti a víz. Ezért most olyan technológiákat és olyan utakat keresünk, amelyeken a lignitet lehet hasznosítani, rengeteg lignitünk van. Mondok egy példát. Hány évre lenne elég mondjuk a Mátrai? Hát most legalább 150-re. Mondok egy példát. Például a lignit, és az egyetemekkel dolgozunk együtt most már jó ideje, és vannak komoly kutatások, reménykeltő kutatások. Például a lignit nagyon jó lenne a termőföldjeinknek a javítására. Rengeteg termőföldet kéne javítanunk egyébként, ez az egyik. Mondjuk egy másik példát, az építőanyagiparban nagyon sok hasznosítási lehetősége van a lignitnek, de az elektromos jármű gyártásnál például a lignitből lehet előállítani ipari grafitot, ami az akkumulátor gyártáshoz kell. Ennek is van aktualitása. Egy másik ígéretes dolog az, hogy a műtrágya gyártáshoz is lehetne használni a lignitet, mert hogy karbamidot lehet előállítani belőle. De csak egy pár dolgot mondtam, és ezért döntött úgy a kormány, és most jelent meg ez a közlönybe, hogy a következő fél év vége felé vár az energiaügyi minisztertől egy előterjesztést a magyar szénvagyon alternatív hasznosítására illetően. Tehát mi meg szeretnénk őrizni. Ennek a finanszírozása milyen pénzből lehet ezt megvalósítani? Uniós forrás lehívható? Hát az unió csak arra adna pénzt, hogy bezárjunk.
ha egy jól látom, ez aztán nem, lehet, hogy még ez, ez a sor végén. Azt ne zárjuk ki, hogy kellemes meglepetés érhet minket, de azért ne számítsunk rá. Itt olyan modelleket próbálunk kidolgozni, tehát a lignit hasznosítása, amelyek üzleti alapon is megállják a helyüket. Mert ma az a helyzet, és ezt is kevesen tudják, hogy van ez a széndioxid kvóta, amit be kell fizetni a széndioxid kibocsátás után, ez egy büntetés. Ma minden 3 megtermelt forintból a Mátria erőműbe kettőt a széndioxid kvótára fizetünk ki. Tehát az összes kiadásunknak a 2/3 az kvótára megy, és ráadásul a kvóta, ez egy ilyen tőzsdei szintéren van, pénzügyi befektetők keresnek rajta, nem is az államok. Tehát egy egészen megmagyarázhatatlan ebben az energiaválságos helyzetben, hogy az Unió ezt a rendszert föntartja, nyilván kell csökkenteni a széndioxidot. Hát valahogy akkor a technológián kéne javítani. Ugye sokat emlegetik ezt a tiszta szén technológiát. Az például, az micsoda? Mert szerintem sokan nem. Hát sokan ezt elgázosítással azonosítják, tehát itt szintén energiát nyelnek belőle. Mi most a lignittel kapcsolatban más utakat keresünk. Mi lesz akkor, hogyha lesz egy kis csúszás mondjuk itt a 2027-hez képest? Akkor párhuzamosan működik tovább? Akkor sincs baj, hiszen most az erőművi blokkoknak azért azt hozzá kell tennem azért, hogy az elmúlt egy évben minden tisztelet megilleti az erőmű, megillette, még most is megillette az erőműben dolgozókat, mert ugye ez 200 000 üzemórára lett tervezve ez az erőmű. Túl van a 300 000. üzemórán, ez egy régi technológia. Folyamatosak a meghibásodások, javítások, kisebb-nagyobb üzemzavarok. És az, hogy itt folyamatos volt az üzem, az annak köszönhető, hogy az ottani emberek rendkívüli módon elkötelezettek és oda tették magukat. Az erőmű engedélyei egyébként most 2029-ig megvannak. A blokkokat folyamatosan tartjuk karban és újítjuk fel. Vannak nagy javítások, például most is zajlik egy, sajnos több hónapos csúszás van nem az erőmű hibájából. Na, tehát adott esetben ezek még jó pár évig tudnak működni, ezek a blokkok. Köszönöm szépen, Horváth Lászlót. Én is köszönöm szépen.